Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. A hallgatók mai beszélgető társa Kuncze Gábor. A vonalban pedig Boros Tamás, a Policy Solutions vezető elemzője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A szolidaritás két éves évforduló megalakulásának két éves évfordulója alkalmából, ugye tegnap délután a Lánchídnál volt egy politikai gyűlés, és ott ledöntöttek egy Orbán Viktor szobrot. Milyen, nem is tudom, hogy kezdjem tulajdonképpen a beszélgetést, hogy milyen jelentőségük van ezeknek a politikai performanszoknak általában? Több szavazóhoz jut el, vagy miért alkalmazzák egyre gyakrabban a pártok ezt a módszert? Az látszik szerintem, hogy lassan 5-6 éve igazából, amikor politikusok csak programokkal vagy beszédekkel jelentkeznek, egyre nehezebben tudnak bekerülni a médiába, és ezek a performanszok, vagy hívhatjuk akár médiaheknek is egyre gyakrabban alkalmazott, főleg azoknál a szervezeteknél, amelyeknek nincsen saját médiájuk, amelyek nehezen tudnak saját politikusokkal alanyi jogon bekerülni olyan médiumokba, amik több százezer vagy akár millió embert elérnek. Nem egyedi ez a dolog, tehát így kezdte akár egyébként a Jobbik is a Magyar Gárdával, még hogyha annak nyilvánvalóan az üzenete teljesen más volt, mint a mostani akciónak, és számos kis párt, a 4K, az LMP vagy a Párbeszéd Magyarországért hasonló akciókat szervezett. Igazából azt gondolom, hogy a jelenlegi média helyzetben, illetve a jelenlegi finanszírozási helyzetben, amikor a kis szervezeteknek se pénzük, se médiájuk, és viszonylag kevés média lehetőségük is van a kormányzati túlsúly miatt, általában azért ez egy releváns válasz szokott lenni erre a helyzetre, és azt lehet mondani, hogy ez a megfelelő módja már, mint a performanszok arra, hogy beszéljenek arról, hogy ők léteznek, illetve mit szeretnének kezdeni az országgal. Igen, csak ugye ilyenkor nagyon leegyszerűsödik a mondani való. Jelen esetben is egyébként az történik, hogy menjen valaki, dőljön meg, döntsük meg, stb. De ugyanakkor a választó mit tud meg a szervezetről magáról egyébként? Azt gondolom, hogy egyrészt teljesen igaz, hogy azért nagyon leegyszerűsített, és sokszor éppen emiatt a visszájára is fordulhat. Pont ennél a szobordöntéses akciónál látható, hogyha a médiát, vagy az internetet, vagy a választókat az elmúlt mondjuk 24 órában megszondáztuk volna, akkor hatalmas feszültségeket érzünk, nagyon sokaknak nagyon tetszett, mások pedig teljesen kiábrándultak ebből az egész közösségből. Bocsánat, itt igen, van csak egy közbevető kérdés, mert egy Gabriella nevű kedves hallgató telefonált, aki ott volt a helyszínen, és másoktól is láttam az interneten, akik jelen voltak, hogy ott ez egész valahogy egész máshogy nézett ki, ez nekik olyan felemelő volt, őketől jól érezték magukat, ugyanakkor meg aki kívülről nézte, nem volt jelen, azok meg között meg nagyon sokan elborzadtak a dologtól. Igen, és hát az elborzadásnak valószínűleg inkább az az oka, hogy milyen környezetben lett ez tálalva. Tehát, hogyha megnézzük most elmúlt tényleg néhány órának, vagy egy napnak a vezető publicistáit, az internetes cikkeket, akkor alapvetően ebben a körben egy negatív visszhangja van. És ez egy nagyon jelentős problémára egyébként rávilágít, hogy azok az események, amelyek el tudnak jutni a médiába, el tudnak jutni a tömegekhez, azok általában az elit körében negatív visszhangot váltanak ki. Ezért egyre többször lehet azt látni, hogy akár a szolidaritástól, akár Bajnai Gordontól egyre többen hátrább húzódnak, vagy egyre kevésbé támogatják. Ugyanakkor ez egy jó stratégia lehet az Együtt 2014, vagy akár a szolidaritás, vagy az emberi szolidaritás részéről, abban az esetben, hogyha úgy szeretnék bővíteni a szavazótáborukat, hogy nem a politikát napi szinten követő, a újságírók, politiká iránt nagyon fogékony választók körében, hanem azok körében, akikhez csak ezek a szűkebb üzenetek, vagy egyszerűsített üzenetek jutnak el. Tehát ez egy kérdés, hogy ez a,
stratégiaváltás ez tudatos-e, amennyiben igen, akkor könnyen elképzelhető, hogy bár egyre többen azok közül, akik kifejezetten a média elit vagy a gazdasági elit körében támogatták Bajnaiékat visszahúzódnak, de ennél jóval nagyobb tömegeket akár el tudnak érni, de az is lehet, hogy ez nem sikerül, és ott maradnak két szék között a padlón. Igen, és akkor nézzük a másik oldalt, mert szerintem ott meg visszajuthat, ugye a szobor ledölt, hát jelentős Sztálin áthallásokkal nem volt nehéz felfedezni. Letörött a feje, azt mondjuk nem levágták, ahogy egyesek írják, hanem letörött a feje, és valaki mindjárt belerugott egy jó nagyot. Na most én el tudom képzelni, hogy a Fidesz hívők, Orbán Viktor hívők ettől összerándulnak, és még nagyobb lesz az elkötelezettségük, és ők bezzeg még többen fognak elmenni majd szavazni. Tehát kontraproduktív lehet egy ilyen akció. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy akik kifejezetten Orbán Viktor kormányzását eddig is kifejezetten jónak tartották, azok körében lehet, hogy ez egy megerősítés, de azt gondolom, hogy azért ez a közvéleménykutatásokból is látszik, a társadalomnak nem a többsége. Inkább itt szerintem az a fő kérdés, hogy ezzel sikerül-e olyan szavazókhoz eljutni, akik eddig nem a szolidaritásra vagy az együttre szavaztak, és esetleg más baloldali pártoktól mennek át ilyen akciók miatt, mert hogy ez valamilyen radikálisabb hangot üt meg, vagy esetleg a bizonytalan szavazók köréből tudnak ezzel valamennyi figyelmet felkelteni. Ugyanakkor azért azt gondolom, hogy az is látszik a közvéleménykutatásokból, hogy alapvetően nem a radikális szavazók azok, akik most bizonytalanok, tehát hogyha valóban középről szeretnének, vagy bizonytalan szavazókat szeretnének megszólítani ezek a szervezetek, akkor nem biztos, hogy ezek a jó akciók. Az elkötelezett baloldali, vagy az elkötelezett Orbán ellenes szavazókért is azért folyik egy harc ugye az egyes pártok között, még hogyha ez nagyon koordinált, hiszen valamilyen együttműködés van. Arra jó lehet az ilyen típusú akció, hogy már Orbán ellenes baloldalra szavazó választópolgárok ne egy másik erőt, hanem esetleg a szolidaritást, együtt PM-et válasszák. Igen, Kókler írja az interneten, hogy vannak performanszok, amik elfogadhatók, sőt van mondani valójuk szavak írása nélkül is. Égetett már a jobb oldal Szalma bábút is, meg kiét is, zászlót is, nem egyet, miért pont Orbán a tabu. Hát igen, végül is ott voltak a parlament előtt annak idején akkori vezető kormánypárti politikusok koporsói, ugye rajtuk voltak a nevek. Aztán emlékszem, amikor a Fidesz kordont bontott, az is egy performance természetesen. Egyedi magyar jelenségről van szó, vagy ezt máshogy is alkalmazzák? Ugye itt az az érdekes, hogy itt vezető kormánypártról, vezető ellenzéki pártokról szokott szó lenni. A szolidaritás most ebben az esetben nem az, de például amikor a Fidesz kordon bontott, akkor ő volt a legnagyobb ellenzéki párt. Igen. Azt gondolom, hogy ez a vezető, vagy mainstream, vagy legfőbb erők ezt kevésbé szokták alkalmazni. A Fidesz valóban használta néhányszor ellenzékben, de mondjuk egyébként, ha most megnézzük a Magyar Szocialista Pártot, mint legnagyobb ellenzéki pártot, ők nem igazán a performanszokról lettek ismertek, tehát ők ezt a típusú politikai kommunikációt nem alkalmazzák. Ahogy így a beszélgetés elején említettem, egyrészt ezeket főleg kisebb erők alkalmazzák, pont azért, hogy végre bejussanak a médiába, vagy át tudjanak törni a médiában. Másrészt meg olyan politikai kultúrájú országok, ahol kevésbé a tényeken, kevésbé a programoknak a csatája folyik. Jóval inkább használják ezeket délebbi országok, vagy kevésbé kialakult politikai kultúrájú országok. Nyilván Svédországban vagy Finnországban egy ilyen akció az kevésbé lenne releváns, de nagyon figyelembe kell venni tényleg a magyarországi média helyzetet, tehát ahol az ellenzének lényegében nincsen olyan médiuma, ami mondjuk 1 millió embert, vagy akár mondjuk 5-600 ezer embernél többet elérjen, és minden ilyen médium a kormánypártnak, vagy a kormánynak, vagy valamilyen jobboldali szervezethez kötődően jelentkezik, ezért elég kevés lehetősége marad ezeknek a szervezeteknek, hogy,
hogy valamilyen komoly vagy komplexebb tartalommal próbáljanak eljutni a választókhoz. Egy kicsit más téma, bár ide kapcsolódik, mert itt a Fidesz azonnal reagált, mondott mindenféléket azokra, akik a szobrot döntötték. Két napig meghallgatott a bajai választási csalást illetően. Igen, érdekes, hogy ahogy a mai parlamenti közvetítésből is lehetett látni, egyrészt abból a szempontból végül ez az akció nem volt szerencsés, hogy erről a témáról, tehát a bajai választási csalásról, vagy kampánycsendsértésről elterelte a figyelmet. Ugyanakkor azért ez nagyon érdekes és érdemes megnézni a vezető fideszes politikusnak a reakcióit, amikor a választási visszaélés, választási csalással kapcsolatban kérdezik őket riporterek, hogy ez egyébként nagyon felkészült és ilyen típusú vitákban edzett vezető politikusok is lényegében nem készültek föl semmilyen válaszreakcióval. Tegnap Kósa úrnak volt egy interjúja az egyik kereskedelmi csatornában, a Rogán Antalnak volt egy sajtótájékoztatója, és minden alkalommal, amikor ezzel a bajai kampánycsendsértéssel kapcsolatban kérdezték őket a riporterek, akkor számomra is meglepő módon nem voltak kész paneljeik, nem tudtak kitérő válaszokat adni hitelesen. Tehát az látszott, hogy ez valóban, amennyiben ezt a média meglovagolja, illetve az ellenzéki pártok meglovagolják, akkor ebből lehetnek problémáik, hiszen nem igazán tudják kezelni a helyzetet. Köszönöm szépen Boros Tamásnak, a Policy Solutions vezető elemzőjének, hogy itt volt velünk. Viszont hallásra. Köszönöm szépen a megkeresést. Viszont hallásra.